A Kompaszpasztán Mor étterem terasza is megnyitotta a közelmúltban. Mit tudhatunk ennek a részleteiről? Milyen a kialakítása, milyen stílusban készült? Jó napot kívánok és üdvözlöm a televízió nézőit. A terasz kialakítása próbálta az étterem stílusához igazodni, tehát mediterrán stílusban jelentetjük meg ezt a teraszt is. Ugye a színvilágból, az esernyők lengedezéséből lehet látni, hogy azért itt egy eléggé speciális dizájn és konstrukció lett kiépítve. Ez alapvetően 2012-ben egy Umbrella Sky projekt néven elindult kezdeményezés volt, egy művészeti fesztiválon Portugáliában használták ezt az árnyékolás technikát először. Azóta nagyon sok helyen megjelent, különböző kisebb és nagyobb városokban világszerte, és most végre mezőtúron is van egy pár négyzetméter hasonló felületünk. Elérkezett a nyár, és ebben az időszakban mindenki hűsítő italokra, illetve könnyedebb ételekre vágyik. Melyek lesznek a szezonális ételek, illetve italok? Nyilván meleg van, ezért ilyenkor mindenki szívesebben fogyaszt hideg, jeges italokat. Ez a hűvös, jeges limonádétól kezdve a jeges kávénak különböző változatai, ízei, finom hideg rozéfröccsel próbáljuk a Balatonnak az ízvilágát ide varázsolni. Ha valaki nem szeretne több órán keresztül az autóban ülni és a Balatonig elutazni, hogy egy finom balatoni bort igyon, akkor nálunk is rozéfröccs formájában meg fogja ezt találni. Ezen kívül ugye a mediterrán stílus jegyében rengeteg gyümölcsel, zöldséggel dolgozunk, egészségtudatos életmódot próbálunk az ételeinkben is megjelentetni, olívaolajjal főzzük az ételeinket, ezen kívül édességeket, süteményeket is fogunk a heti rendszerességgel a nyári időszakban kínálni a vendégeinknek, aki egy jeges kávé mellé esetleg egy kis édességet is fogyasztana. Ezen kívül tavalyi évben nagy sláger volt a hideglevesünk, a gazpacho nevű ugye, zöldségleves, ami egy spanyol ízvilágot hoz el ide mezőtúra. Valamint fontosnak tartanám még megemlíteni, hogy a terasz kialakításában a kutyabarát szemléletet is előtérbe helyeztük, tehát bárki szeretne sétáltatás közben megállni nálunk itt a teraszon, meginni egy frissítőt, nagyon szívesen, mind a gazdinak, mind a kutyusnak ez rendelkezésére áll. Ezen kívül parkolási lehetőséget is biztosítunk itt az udvarban, valamint a nagyobb nyári hőségben egy párakapu segítségével is próbáljuk vízpárát permetezve hűteni a környezetet. Ezen kívül még, ha valakinek speciálisabb igényei vannak, mint glutén vagy laktózmentes diétát folytat, vagy ne adj Isten húsmentes ételeket preferál, akkor nálunk ezeket is megtalálja rendszeres kínálatunkban. Minden nap 11 órakor nyitunk ki, és július 6-ával kezdődően az esti nyitvatartásunk 19 óráig, valamint 20 óráig a pénteki és a szombati napokon lesz elérhető, tehát 20 óráig vagyunk nyitva. A vendégeknél nem mindig tisztelt, nem mindig tisztázódik az, hogy tulajdonképpen a jelenlegi érvényben lévő járványügyi korlátozások milyen módon vonatkoznak az éttermekre, szóval jelenleg a vendégek hogyan tudják igénybe venni az étterem szolgáltatásait? Nemrég kaptuk a jó hírt, hogy elérte a magyarországi átoltottsága az 5,5 millió értéket. Ez azt jelenti, hogy mindenféle korlátozás nélkül bárki beülhet a beltérbe, és az étteremben, valamint a teraszra is nincsen semmilyen megkötöttség továbbiakban.